Van alig egy éves baroldali szociáldemokrata párt, amelynek vezetője a múltban látják a jövőt. Pontosabban Kádár János örökségében. Nem Türmer Gyuláról és a munkáspártról van szó, hanem az igen szolidaritásról, amelynek egyik alapítója és miniszterelnök jelöltje, Szanyi Tibor. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a Hír TV is. Na hát ugye azt nyilatkozta, hogy Magyarország ezer éves történelme során a Kádár korszak volt az egyetlen, amely milliók számára felemelkedést jelentett. Szociális értelemben különösen így De, van. Ugye ez az a Kádár János, aki János. évtizedekig diktátor volt, és aki vérbe folytotta 56-ot is. Nem diszonáns egy kicsit így tekinteni egy ilyen történelmi szereplőre, és egy ilyen egyértelműen pozitív formában nyilatkozni róla? É, szívesen belemegyek akár történelmi vitákba is, bár szerintem jobb, hogyha ezt politikailag nézzük. Mi azt gondoltuk, hogy jelen pillanatban gyakorlatilag kiürült a baloldal. Tehát azok, akik valaha még egyáltalán baloldalinak merték nevezni magukat, már azok a pártok is gyakorlatilag kiszálltak a politikából, nincsenek országgyűlési ambícióik, illetve hát ugye ellenzéki oldalon is a, a valaha ugye az MSZMP, tehát az állampárt utódszervezete, az MSZP, tehát jogutódja, aki még egyébként a 30. születésnapján is megerősítette a marxista gyökereket, hát ez a lózungon túlmenően egy fikorszi baloldaliság már nem is A Ha ön szerint, akkor nem egy baloldali abszolút, párt. Akkor nem, milyen párt? Abszolút. Hát így jön, pragmatista, közép, utas, liberális, ilyesmi. De inkább egyik sem, mert szóval ő gyakorlatilag ez már a megszűnésben van. De most ez nem is ez a fontos. Az a fontos, hogy támadt egy űr, amit azért többen észleltünk, és akkor alapítottuk meg az igen szolidaritás Magyarországért mozgalmat. Hozzáteszem, hogy a nagy ötlet azért bármennyire is az alapítók között vagyok, Huszti Andreája, aki a pártuk elnöke, és egyébként a Kádár tervre is egyébként Huszti Andra tehát javaslatot, amit egyébként kvázi közfelkiáltásra fogadtunk el. Nem a történelmi konnotációkról van szó, hanem arról... lehet ettől tekinteni? Hát nyilvánvalóan Kádár Jánossal kapcsolatban mindenkinek Igen. van valamilyen meggyőződése. É, így, 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 ahogy mondja, Az ember gondolná, hogy 30 éve most egyszer... már túl a rendszerváltoztatáson, van. talán nem a legjobb, hogy a Kádár Jánosra úgy tekintünk vissza, mint egy előremutató állam. Ezt ön mondja, ön mondja, ön gondolja, lehet, hogy mások is vannak ezzel, így mások meg azt gondolják, hogy ez nagyon helyes. Tehát, hogyha most azt nézzük, ugye minden évadásnak pont a létjogosultság, amennyit ebből visszaigazol a társadalom. Nagyon erős visszaigazolásaink vannak, tehát gyakorlatilag ezt kimerem jelenteni, hogy az ország lakosságának alsó hangon egyharmadában, mondjuk így a baloldali értékrendű emberek sorában és világában Kádár János neve nagyon is elfogadott, és messze menőleg nem az a szitok szó, mint ami a liberálisoknál, konzervatívoknál vagy máshol van. De egy modern Ez... baloldalinak is Kádár János neve hasonló konnotációt jelenthet? Most ezt nem értettem egész konkrétan. Tehát, hogy egy modern baloldali gondolkodású emberek, aki ugyan magát úgy határozza meg, hogy a baroldali eszméket fontosnak tartja, a baroldali törekvéseket mindennél jobban előtérbe helyezni, de mégiscsak azt mondja, hogy hát Kádár János egy elnyomó rendszernek Volt a, modern... a korlátlan ura Magyarországon, ráadásul annak a korlátlan elnyomó ura, amely 56 után százakat ki is végeztetett, tízezreket bebörtönzött. E... Nem ne menjünk bele be a csatába, hogy ki hány embert végeztetett ki, mert gyakorlatilag a magyar történelemben nagyon nagy ez a lista. Én ezt nem akarok senkit bántani, én is tisztelem mindenkinek minden történelmi az emlékét, de azért nagyobb vérengző diktátor Szent Istvánnál nem volt. Tehát az 30 éven át gyakorlatilag gyilkolta a maradék hat törzset, tehát ő a, Mégis. Az, a mű... de Ő szerint egy vérengző diktátor volt Szent István? Abszolút. Abszolút. Hát ez ez, ez kérdése. Na, de nem a történelem, hanem az, hogy a történelemhez kell, hogy legyen valamilyen viszonya ahhoz, hogy az ember modern tudjon lenni. Hogyha azt se tudja, hogy mihez képest gondolkodik, akkor, akkor, akkor nagyon nagy baj van. És mi a magunk részéről határozottan azt gondoljuk, hogy ez egy olyan világos, markáns, megnevezése tulajdonképpen annak a szociális programkötegnek, amivel mi előállunk, és ez egy modern dolog. Tehát mi nem akarunk Kádár rendszert, meg semmilyen rendszert nem akarunk újra, meg vissza, meg nem tudom micsoda. Mi eh, eh, a... a... kádári nosztalgiára építenének azért. Nem nosztalgia kérdése ez, ez. Az is van, ez kétségtelen, ön is belátja, hogy azért nem, nem csak egy ez a, az egész kádárkép. Persze, a, a börtönben az emberek is ezek egyébként ez a börtönben. A ez egy börtön indikáció létes, az mindig, amikor valamilyen, most akkor mondjam azt, hogy a német szociáldemokratáknak Willy Brandt egy, 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 egy hatalmas nagy alak. Azért némi különbség a szereplők között. Ez, ez azért, mondjam, a, a baloldal azért mindig, mindig, akármilyen néven jöttek a baloldal, Pártokat, valahol volt egy ilyen történelmi politikai folytonosság, és ennek része Kádár János, és mi azt mondjuk, hogy nem találtuk a magyar történelemben olyan korszakot, ami szociális értelemben milliókat emelt volna fel a Kádár rezsimet kivéve. Ez milyen áron? Kettő millió lakás épült abban az időben. Felszámolták az írástudatlanságot. Bevezették a családi poltékot, a gyest, a gyedet, a szociálpolt, amit ma csoknak Milyen innen. áron? Tehát az az elnyomó intézkedés. É. Vagy az, hogy ugye nem a Kádár rendszer volt, hanem a Rákosi rendszer, ő, hogy szintén százezreket fosztottak, kivették el minden vagyonukat, jó, akkor, a megélhetésüket tönkretették. És akkor én is egy pár tették dolgot. Őket. Milyen áron ő, hagytunk magunk mögött 30 ezer halottat a COVID-ban? Milyen áron robbant le az egész magyar vidék, és ő, milyen áron ment 4000 ember a halálba, de közül. Ezek is fontos történetek. De most Mi nem az van... ennek Kádár Jánoshoz? Ő, hát az, hogy bocsánat, minden rendszernek megvannak a magas sajátos áldozatai. Maradjunk ennyi. Adja. A magyar kormány tehát arról, hogy világjárvány tört ki? Nem, de az, hogy a legnagyobb beoltottság mentén a legnagyobb halálzsállátet produkáljuk, az egész. De ez már rég nem igaz, igaz. már Magyarország 17.-18. helyen áll, ami szintén nem egy jó hely, de abszolút nem mondjam, kiderült, nem, hogy nem igaz az, Mert, az a mert, a mert, mert gyakorlatilag, hogyha most korrekt módon a konszolidált világstatisztikákat nézzük, Iszonyú rossz helyen vagyunk a halálozatok tekintetében, míg nem egészen tisztességes helyen voltunk az átoltottság tekintetében. Magyarul itt egy olyan lepusztult, magára hagyott egészségügyi rendszer volt, amiből nem lehetett élni Egy ember élete is sok, hogyha elveszik, de térjünk vissza azért a témánkhoz. Igen. Mit remélnek ettől a kampánytól, hány embert lehet megszólítani, ahogy mondtam, 30 évvel nem most. Kampány, szemát, ez, ez, nem kampány, ez, gyakorlatilag a mi programunk. a fő a választási ez programunknak a neve. Mi kampányolni ennek a tételeivel fogunk, ezt az egész Kádár János tervet, ezt holnap a munkásbüszkeség napján fogjuk bemutatni. Hát ez egy Pride, ugyanolyan Pride, mint az Eucharisztikus Kongresszus, vagy bármilyen másik Pride. De nem mondod, hogy ez sért, de egyébként a Mér? katolikus hívőknek, hogy azt mondja, hogy egy Pride az Eucharisztikus Kongresszus? Bocsánat, az. Az, annak találták és ugye, ki. Ugye a Pride-ot teljesen más, hogy úgy mondjam, eseményekre szoktuk használni, és amikor ugyanezt használjuk egy katolikus szentmisére is akár, az hát egy kicsit ez, olyan ez, furán, ez nem, furán, nem, 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 ez azt jelenti, hogy ki ki a maga hitét, ön meg, önazonosságát ön nyilvánossá teszi különböző nagy rendezvények mentén. Ezt hívják ma angolul, magyar szlengbe, nem szlengbe Pride-nak, bocsánat, akkor nem, hogyha ez bárkit sért, visszavonom, az nem Pride, mi ezt Munkás Pride-nak hívtuk, tehát az, hogy a munkás önazonosságot... Ö, ö, ö nem vonom vissza, bocsánat, inkább azt mondom, hogy megértésüket kérem azoknak, akik é, ezt sérve érzik. Önöknek is lesz kamionja, mondjuk, ha már itt munkás nem, 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 Ez egy nagyon szerény rendezvény lesz, messze menőleg nem lesznek itt ezrek, meg, meg, meg egyebek. É, gyakorlatilag, ahogy egyébként az EU Krisztus Kongresszus pár emberből indult, mi is azt reméljük, hogy ez egy hagyomány lesz, szeretnénk föl, föléleszteni. Igazából ennek a természetes ideje május egy lenne de ugye kétszer kellett halasztanunk, a, ha el is maradt idén, már csak halasztottunk, ez a vénasszonyok nyara volt, amikor alkalmas időpontot találtunk, de majd megyünk vissza május elsőjére. Lényegében új tartalommal akarjuk föltölteni, és azokat az embereket várjuk ide, akik egyébként azt érzik, hogy dolgoznak reggeltől estig, azt mondják nekik, hogy nincs pénz, nincs pénz, nincs pénz, éhbérért dolgoznak egy, kettő, három munkahelyen, valamint feketén, stb. És állandóan megy, és a tévékben, az önök műsoraiban, másik műsoraiban nagyon magas orrat ő, hordó emberek ő, amúgy egyébként nem látnak ki a milliárdjaikból, és elmagyarázzák a dolgozóknak, hogy nincs pénz. Már itt én nem látok ki a milliárdot, mert itt nem, utod, hogy nem, így a, akik, Szerintem, akik szakértők. Egy túlzást vélek azért felfedezni a szavaiban, de. de azt mondja, hogy nagyon vonzó a kádárterv. Mennyien lesznek akkor holnap? Mert gondolná az ember egy ilyen vonzó terv bejelentésére megmozgathatja a törvéket. Nem hiszem, nem, nem, nem tudom, pár száz emberben gondolkodunk egyébként. Nem erőltetjük mi ezt az egész történetet, mi azt akarjuk, hogy ez... Tehát nem, nem akarunk mi ezzel ilyen nagyok gyakorlatilag ez, a, mert ezt a Magyar Szolidaritás Mozgalom rendezi ezt a munkás büszkeség napját, mi azt gondoljuk, hogy mint igen szolidaritás Magyarország mozgalom, ez egy jó alkalom arra, hogy hát most a választások, hát akkor előveszik a programot. A programban egyébként 250 ezer forintos nettó minimálbér van, 150 ezer forintos minimum nyugdíj, 50 ezer forintos családi potleg, és egy új dologban is gondolkodunk, amit úgy hívunk, hogy szociális minimum jövedelem, ami gyakorlatilag mindenkire vonatkozik, akinek nincs ennyi legális jövedelme, vagy hát egyáltalán jövedelme, azoknál is a létminimumot biztosítsuk. Ezek az alappillérek egyébként ugyanúgy mi hiszünk abban, hogy állami bérlakásépítés nélkül hozzá se tudunk fogni a lakásválság, vagy a lakhatási válság megoldásához. Vidéken gyakorlatilag nem csak a falvak pusztultak le, hanem falvakkal együtt az egész vidék környezeti állapota egy dráma. Van, aki azért azt állítja, hogy pontosan a vidéki fejlődés az elmúlt 11 év során összesen hasonlítható azzal korábbiakkal. nagyon összehasonlítható, mert gyakorlatilag a TSZ-ek elmúltával hogy a TSZ-ek elmúltával minden esetleg arról, mert ugye a Kádár nosztalgiában utazik. Nem, 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 És is, hogy valami fajta együttműködés esetleg. Ezen az alkalmon egyébként az európai baloldal, tehát a Magyarországi Munkáspárt 2006, a hajnai féle ö, mozgalom lesz, akkor ö, Hasiló László vezetésével az MSZDP-nek az elnöke, és ezen felül pedig még más civil mozgalmak is meglátogatnak minket. E, mi egyébként nem vagyunk semmilyen baloldali, vagy annak gondolt pártos, semmilyen pártszövetségben, vannak projektek, amiben együttműködünk, például türmerékkel együttműködtünk, most jelentjük be egyébként, hogy hány aláére süt össze a nyár, nyár, vidéki, vidéki járásunk során a a, a, 250 ezer forintos minimálbér mentén, de egyébként annyit már tudok, hogy ez valószínűleg 300 ezer fölött lesz, tehát nagyon szép szám, és ez az, ami nekünk igazából erőt ad, ö, egyébként ö, ö, nagyon sok olyan jelzést kapunk, hogy, hogy vidékről egyébként például jönnének a holnapi rendezvény, de egyszerűen nincs 2000 Holnap forint. Holnap lesz a rendezvény, igaz? Igen, és nincs 2000 forintjuk még egy, egy kedvezményes vonati egyes Annyit szóval Köszönöm ez. szépen. Köszönöm.